Kosztolányi Dezső. Esti megtudja a halálhírt. A sötét dolgozószoba íróasztalán telefon csörömpölt. Már régóta hossza jaj veszékelt, mint elátkozott lélek, akire nem is figyelnek. Olykor, úgy rémlett, elfáradt és abbahagyta, de később megint csak rázendített, pörölt és csörgött. Ez a kis acélgép itt a kézirat papírok és könyvek közé temetve az egyetlen élőlény volt. Esti Kornél a hálószobájában aludta a későn fekvők mély, egészségtelen reggeli álmát. Óriási ágya a lepedők és paplanok vitorláival fehér gályaként vonszolta őt, imbolyogva, álmatlanság szirtjei, zátonyai között, álmok különös dagáján. Tegnap hajnali 3-kor került ágyba. Sokáig nem bírt elaludni. Most alig lélegzett. Kócos volt, mozdulatlan és sápadt. Kinyitotta a szemét. Először is előtűnő álmainak rongyait vette észre, egy mondatot hallott élesen, ennek következményeképpen kétségtelenül világossá válik az a tény. Mind gyakran, mikor lefekvés előtt dolgozott, ezúttal is szavakkal álmodott, fölzaklatott agya a kitartóság törvényénél fogva szavakkal bíbelődött, alvás közben is szavakat mintázott és csoportosított, az álom laza ellenőrzésével, gépiesen és oktondian. Elmosolyodott, mert arra gondolt, mennyire büszke lehetett erre a mondatára álmában. Micsoda ronda mesterség is ez, dünnyögte. Beleölelt párnáiba, próbált tovább aludni. De akkor már meghallotta a telefon csörömpölését. Ki keresheti őt ilyenkor? 7:15 volt. Kiugrott ágyából, átszaladt a dolgozó szobájába. Leemelte a kagylót. – Te vagy az, Kornél? – kérdezte túlnan Winter Sándor hangja. – Mit akarsz? – Bocsáss meg! Akadozott a hang, mert ilyent eddig még nem mondott soha. Az éjjel meghalt a feleségem. Micsoda? Meghalt, ismételte a hang egyszerűen. Meghalt, Kornél, meghalt. Kicsoda? Riadozott Esti. Miért? Hogyan? Kiáltozott. Szörnyű, mondta végül. Szörnyű, szörnyű, mert csak ekkor ébredt föl igazán. Csak ekkor értette meg egészen, csak ekkor rettent össze a lelke mélyéig. Spanyol! Szólt a hang. Általános szepszis, ma éjjel 3 órakor. Igen, igen, tegnap még fönn volt. Kornél, jöjj ide! Itt minden össze-vissza, nem tudom, mit csináljak, de nem hazúról beszélek, a Sirius kávéházból. Elromlott a telefonom. Még ez is, képzeld! Majd künn a kávéház előtt várlak, ugye azonnal jössz? Azonnal. Irtózatos. Tüstént megyek. Sándor, Sándor. Halló? Tegnap még fönn járt, semmi baja sem volt. Velünk ebédelt, paradicsomlevest. Kezdte a hang, és egyszerre elcsuklott. Nem bírta tovább folytatni. Halló? Halló? Sándor, itt vagy? Beszélünk. Ordította Esti. Halló, halló? Hisz ez irtózatos. De a hang már nem volt ott. Eltűnt, mintha a könnyek tengerébe merült volna. Esti letette a kagylót. Mezitláb állott a sötét szobában, fázott és didergett, de nem mozdult. Nyelt egyet, nagyot, keserűt, amint szokta, s kimeresztette zavaros szemét. Tegnap előtt még ő is látta. Kora délelőtt valami szert ment kérni Wintertől, hogy védekezzék a spanyol ellen, s orvosbarátja kinint ajánlott, apró adagokban, naponta 5 darab, 1 tized grammos port. Amikor átvette az orvosságot, a rendelőből kiment, az előszobában találkozott az asszonnyal. Ruhakefét tartott kezében, a konyhába sietett, csak éppen kezet fogott vele, mosolyogva, mint egyébkor. Akkor még élt. Most nincs többé. Jaj, de furcsa ez! Egy pillanattal ezelőtt még jelen időben gondolkozott róla, most pedig múlt időt használ. Minden olyan váratlanul jön. Ha legalább készülni lehetne rá, edzeni, szoktatni lelkünket, hogy elfogadjuk, de egyszerre csak itt van ez és az, kuszán és véletlenül,
látszólag szeszélyesen, szinte vázlatos formában, s mégis visszavonhatatlanul, végzetes örökké valóságában. Ez szörnyű. Csak ez a szörnyű. Meggyújtotta a villanyt. Amint a fény végigcikázott kazalban heverő kéziratpapírjain, hideglelősen borzongott össze, mert megpillantotta éjszakai tivornyájának emlékeit. A fekete kávés poharat, a hamutartót, melynek vastag, barna vizében vízihullák gyanánt úszkáltak a szivarcsutkák, s a füstöt, a meghidegedett savanyú szivarfüstöt. Nyírkos novemberi reggel volt. Egy kis szemetes kertet látott maga előtt, verebeket, elhányt újságpapírokat, rongyokat, csorgó targaljakat, ködöt, círmos undok ködöt, mely akár benne szivarfüst, fagyos volt és büdös, rátapadt az ablakokra, összemaszatolt mindent. Keze a reggeli újságok után nyúlt. Gyorsan föllapozta őket. Winterné nevét kereste halottak lajstromában, de még nem volt benne. Egyébként csupa gyászjelentés merett rá, fekete keresztekkel, mint holmi fejfa erdő egy temetőben. 178 új haláleset, hirdették a cikkek, szinte újongva, tetőfokon a spanyol járvány. Nem spanyol, gondolta. Dögvész, döghalál, a végítélet ez, a végítélet. Ezen az éjszakán halt meg Korponai Kálmán, a nagybátyja, egy kályhásmester a Szomszéd utcából, s Eisen is, fiatalkori barátja, a költő, a kis Eisen, aki egész életében, nem tudni miért, csak szabálytalan 17 soros szonetteket írt. Többé nem ír szabálytalan 17 soros szonetteket. Szépen vagyunk, mormolta Esti. Közben már hányta magára ruháit, húzta cipőjét, dühöngve kötötte nyakkendőjét. Azon tűnődött, mit is kell mondani ilyenkor, mit is mond majd szegény Sándornak.